BalconyTV. Sziasztok, a BalconyTV Budapest a művészetek palotájáról jelentkezik, ahol október 21-én kezdődik a Vomex, a Műpa és a Hangvető közös szervezésében. Itt láthatjátok majd élőben is a Romengo zenekart, ők azok. Melyik dalt fogjátok játszani nekünk, Monika? AVTAR ABA, ami annyit jelent, hogy gyere velem. Rajta. Köszönjük szépen! Ti autentikus olasz cigány zenét játszotok. Ti muzsikus családból származtok, vagy honnan tanultátok ezt? Nem, mi nem muzsikus családból származunk. Mi autodidakta módon tanultunk meg zenélni. Mindenki? Tehát mondjuk a hegedűt azt nehezen kézzel, hogy autodidakta módon meg lehet tanulni. Igen, hát épp arra szerettem volna kitérni, hogy a zenekar nagy része autodidakta módon, de vannak tanult zenészeink is.
Hozzátok nem járulnak fiatalok, hogy segítsetek nekik mondjuk elindulni ezen a zenei úton, vagy zenei pályán? Vagy nem tudom, hogy most egy fiatal egyébként hol tanulhat Olah cigány zenét játszani? Otthon mindenféleképpen. Mi is otthon tanultuk, ezt nem tanítják iskolákba, ez csak így. Ez egy saját dal volt, a saját dalok során, vagy hát akár a nem saját dalok során, mennyi lehetőségetek van élőben az improvizációra? Mert én mondjuk most itt úgy láttam, hogy ha esetleg lett volna előtte is egy felvétel, nem biztos, hogy ugyanaz lett volna minden. Igen, hát szerintem a cigányzene az elég improvizatív, és rögtönzünk, tehát egymást segítjük, és figyelünk egymásra, és rögtönzünk, ha kell. A tánc az fontos része egyébként a cigányzenének? Igen, szerintem a kettő együtt tud működni. Te is táncra szoktál esetleg perdülni olyan részeknél, amikor nem kell énekelni? Igen, szoktam. Ha felkérnek táncolni, akkor szoktam. Úgy gondoltam, hogy a színpadon. Igen, ott is. Éppen ha improvizálunk, hogyha Guszti gondol egyet, és felkér táncolni, vagy Tibi, akkor táncolok, ha nem, akkor maradok a helyemen. Hát Romengo, köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és ne felejtsétek, hogy 21-én láthatjátok őket a Vomexen, a Műpában. Veletek pedig egy hét múlva találkozunk. Hello! Back in ETV.